Szeretettel köszöntöm Önöket, Önök a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Nagyon nagy megtiszteltetésért ezzel az alkalommal, hiszen most két nagyon-nagyon kedves kolléganőmet mutathatom be Önöknek. Ahogy már megszokhatták, kedves nézőink, azért időnként teszünk kísérletet arra, hogy bemutassuk Önöknek a Fehérvár Média Centrum kollégáit, és hát az elmúlt két-három évben most már azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy újabb és újabb arcok jelennek meg az egyes felületeinken. Most kimondottan tévés kollégákat hívtam, de volt ez így másként is, majd ebbe még kicsit később belemegyünk. Tehát ismerjék meg velünk Szabó Petrát és Szűcs Molnár Diánát. Sziasztok! Szervusz, üdvözlünk a kedves nézőket! Hát köszönöm szépen, hogy sikerült titeket ide hozni, amit valljuk be, hogy azért nem olyan egyszerű a ti szakmátokban, illetve a mi szakmánkban megtenni, hiszen általában ti így a kamera másik felén szoktatok ülni, illetve néha-néha azért vannak helyzetek, amikor nem így van, majd erre is kitérünk. Milyen érzés az, hogy most vendégként szerepeltek elsősorban ebben a műsorban? Én nagyon rosszul érzem magam, szerintem kezdjük ezzel. Nekem én is ezt szerettem volna mondani. Abszolút egy tőlem távol álló, hiszen mindig én szoktam lenni az, aki beszélget valakivel, nem pedig pont fordítva. Én rosszul érzem magam, nem tudom, Petra, hogy vagy vele. Igen, nekem is ez nagyon furcsa, tehát általában én szoktam kérdezni, és nem tőlem szoktak kérdezni, és én inkább a másik oldalon szeretek lenni, tehát ez nagyon furcsa, és most értem meg azt, hogy miért izgulnak annyian, amikor meglátják a kamerát, mert nekem sem más érzés egyébként, mint nekik, egyébként hiába dolgozom kamerák között. Úgy érzitek, hogy egy biztonságérzetet ad mondjuk egy kamerával szemben, vagy egy reflektorfényben az, hogy mondjuk nektek van vannak kész kérdéseitek, mint hogy inkább magatokról beszéljetek? Könnyebb feladat? Nem biztos, hogy vannak kész kérdéseink. Ez mindig akkor derül ki. Ha kész kérdésekkel indulnánk egy interjú alanyhoz, akkor nem biztos, hogy arról beszél, mint amilyen kérdések nekem fel vannak írva. Ez mindig akkor derül ki, amiről elkezd beszélni, és úgy tesszük fel a kérdéseket. Szerintem ezt mondhatom mindkettőnk nevében. Hát nyilván felkészülünk előtte, mielőtt kimennénk forgatni, tehát azért vannak gondolatok a fejben, de mielőtt elkezdődik az interjú, én személy szerint szoktam beszélgetni egy picit az interjú alanyommal, hogy úgy összecsiszolódjunk egy picit, tudjam, hogy ő miről szeretne beszélni, és akkor megpróbálom úgy alakítani én is a saját kérdéseimet. Elmondjuk azért a nézőknek, hogy ti mind a ketten szerkesztő, riporter és műsorvezető munkakörökben vagytok most itt a Fehérvár Média Centrumnál. Picit majd még beszélgessünk ezekről a dolgokról, de menjünk vissza egy picit a kezdetekhez. Gondoltátok valaha, hogy egyszer majd egy ilyen helyen fogtok dolgozni? Én csak reméltem. Gondolni nem gondoltam volna, de nagyon bíztam benne. Voltak ilyen álmaid egyébként régen? Hát én gyerekkorom óta, tehát hogyha bekapcsoltam a tévét, engem mindig az érdekelt, hogy mi van a mögött, amit mi látunk. Tehát tudod, érdekelt az, hogy bent ül a műsorvezető a székében, de hogy ő mit lát, mi hogy néz ki egy stúdió, mi az, amit ő olvas, honnan tudja egyáltalán a szöveget, hogy mit kell mondania. Engem ezek nagyon érdekeltek, és hogy állnak össze azok az anyagok, amiket láthatunk a tévében. Uh-huh. És most akkor ezt van szerencsét gyakorolni, és belelátsz egy kicsit van, a háttérbe is, te Dia? Igazából a televíziós szakma az nem nagyon vonzott gyerekként, inkább a rádió. A mi családunk rádióbarát, ami azt jelentette, hogy édesapám a reggeli kávéfőző gomb benyomásával egyszerre nyomta a rádiógombot is. Tehát én mondhatom azt, hogy a reggeli híreken, a beszélgetés műsorokon nőttem fel, és valahogy az vonzott inkább 7 évesen, tisztán emlékszik rá édesapám, hogy nem voltak még a tejfogak, illetve a csontfogak váltakozása volt, és így hegyén, így pöszén közöltem vele, hogy ha nagy leszek, akkor majd rám fogsz kelni, apu. És valahogy mindig úgy építettem így a jövőt, hogy ez így is legyen. És volt is szerencsém ezt a nagy álmot 24 évesen igazából be is bizonyítani, vagy létrehozni. Hogy indultál el az úton? Nagyon cserfes gyerek voltam, akkor is egyfolytában beszéltem. Vagy hülyeséget, vagy nem. És akkor az egyik szomszédunk az akkori Magyar Rádióban dolgozott, mint műsorvezető, és ott pár évesen, ilyen 4-5 évesen én már mesét mondtam ott. Tehát annyira, már úgymond felkészültem már erre a tévés szakmára, vagy a rádiós szakmára. Nem tudom, a gimnáziumi évek alatt azzal traktáltak, hogy rádiós műsorvezető, vagy a több, teljesen mindegy, hogy televíziós, rádiós, egy műsorvezető az 1000-ből 1. És mindenki azt mondta, hogy nem én leszek az. Én mondtam, hogy
akkor 1000-ből egy, én leszek az az egy. És mondták, hogy nem, hát ahhoz nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell küzdeni, hát mondtam, hogy állok elébe, puding próbálja az evés. Na mondjuk hangi adottságaid, azok rögtön gondolom feltűntek bárkinek. Így van, így van. Egyébként reklámhangként kezdtem, és akkor utána a főiskolai évek alatt már úgy jöttem ide Székesfehérvárra is, hogy erre az elektronikus média szakra, és... Azt elmondhatjuk, hogy a Kodolányi János főiskolára így van, jártál, így van, és azon így belül ugye rádió szakra. Nagyon szerettem, igen, hát az elektronikus média, ugye a tévét is ugye magában foglalta, de hát célzottan a rádió. És akkor nem igazán tudtam eldönteni, hogy melyik az a vonal, ami igazán engem érdekelne, a közszolgálati vagy a kereskedelmi. Így belekóstoltam mindegyikbe. Először egy kereskedelmi rádióban reggel úgy kezdtem, aztán iskola, majd délután egy, mondhatjuk, hogy a Vörös Marti Rádió akkori tanrádiójában, a Kodolányi tanrádiójában voltak ilyen kis műsorvezetői, kívánságműsorvezetés, riporteri feladatok. Végül pedig valahogy közelebbnek éreztem a reklámosabb oldalt, a kereskedelmi vonalt, ahol lehet kicsit poénkodni, lehet vicceskedni, ébreszteni az embereket. Így egy kereskedelmi rádióban töltöttem az elmúlt pár évet. Jó, majd akkor ugrunk még egyet. Petránál mi a helyzet ilyen téren? Tehát nálad így, ugye arról beszélgettünk, hogy indulás ehhez az úthoz, illetve hát a célhoz a idevezető út. Nálad hogy alakult ez? Hát nálam ez nagy meglepetés volt, mert én teljesen más tanultam, tehát én marketinget tanultam alapvetően. Aztán elhelyezkedtem egy olyan cégnél, ahol semmi közöm nem volt a marketinghez, tehát soha nem dolgoztam benne. Azért kellett ott elkezdeni, mert kénytelen voltam elhelyezkedni valahol, tehát dolgoznom kellett. És hát volt egy lehetőség, gyakornokot kerestek ide a tévéhez, hát mondom, egyébként, én megpróbálom, tehát úgy, ahogy Dia is mondta, puding próbálja az evés, nem válok be, akkor mondják, hogy viszontlátásra, köszönjük szépen, de hát megkérdezték, hogy szeretnék-e maradni. Szerinted mi döntött amellett, hogy maradj? Hiszen azért azt el kell mondanunk, hogy itt egy pár éve már azért elég sok gyakornok megfordult nálunk. Ugye nyilván vannak olyan kötelező helyzetek, amikor gyakornokokat fogadunk, és hát nyilván vannak, akik önkéntesen jönnek, hogy szeretnék ezt kipróbálni, és hát nyilván mi is azért szortírozunk, tehát nagyon megválogatjuk azt, hogy ki az, aki alkalmas egy ilyen munkára. Szerinted mi az, ami amellett... Tehát mellette tette le a voksát, hogy itt maradják közöttünk. Hú, hát én tudom, illetve sejtem, de ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy én egy kíváncsi és nyitott embernek tartom magam. Tehát, hogyha van egy adott téma, én azt megpróbálom minél alaposabban körüljárni, mert tényleg minden oldalról körüljárom. És hát, talán ez, hogy megpróbálok alaposan és legjobb tudásom szerint dolgozni. Nagyon bízom benne, hogy ez. Na most Diánál még nem tértünk ki erre a részre, hogy ugye csak most az előzményekről beszéltünk, hogy a tévébe te hogy csöppentél be hozzánk? Pontosabban a médiacentrumban, bocsánat, hiszen te nem ezen a területen kezdted nálunk. Így van. Nem tudom, a rádió volt igaz a szerelmem és az életem és a vágyom és minden álmom megtestesítője, de valahogy úgy éreztem, hogy ott már nem tudok több lenni. Nem tudok nagy dolgokat tenni, több mindent megismerni. És jött egy lehetőség, hogy kipróbáljam magam más területen is. Ugye alapvetően én egy nagyon nyitott embernek gondoltam magam. Mondom, hát marketing szakma sem áll tőlem nagyon messze. Az előző munkahelyemen is belecsöppentem ilyen marketing feladatokba, és nagyon-nagyon élveztem. Mondtam, hogy gondoltam, hogy pont keresett a médiacentrum is marketingest, mondom, mi baj lehet, mondom, megpróbálkozunk, hát, hogyha mondjuk ott is beválnék, és akkor plusz egy szakmával több, azt is magamévá tehetem, beletanulhatok, és biztos, hogy kamatoztatni fogom tudni ezt a jövőben. Dolgoztam is egy talán 3/4 évet a marketing osztályom, és Nagy Zoltán Péter, ugye a TV szerkesztőjének a vezető, vagy a TV vezetője döntött úgy talán, azt hiszem Látrányi Viktóriával közösen, hogy inkább a riporteri feladatok, tehát hogy csináltam riporteri feladatokat a rádióban, hogy mi lenne, hogyha itt is ezt tudnám kamatoztatni, és hogy lenne kedvem.
és akkor valahogy ide kerültem. Na ez nagyon érdekes, hiszen akkor most azt látjuk, hogy mind a kettő útra van példa, tehát hogyha valaki nem éppen erre a szakmára készül, de mondjuk álmában azért megfordulnak ezek a gondolatok. Így is be lehet kerülni egy ilyen helyre, és úgy is, hogyha valaki mondjuk tudatosan készül erre a pályára, mondjuk jó, hát a rádió meg a tévé az majdnem egy kaptafa, tehát mondhatjuk azt, hogy akkor így egyeneságon azért sikerült elérni, amit szerettél volna. Beszélgessünk egy kicsit az itteni feladatokról, hiszen akkor most már ugye te, ha jól emlékszem, Petra, 2,5 éve, lassan 3 éve itt dolgozol közöttünk, te pedig ugye most így éveleje óta csinálod ezt a szerkesztő riporteri munkát. Így van, januárban csöppentem, igen. Azt azért el kell árulnunk a nézőknek, hogy ugye nálunk azért itt elég sokrétű a munka, tehát ugye a riporter az riporter, kimegy, megcsinálja a híradós anyagot, műsorvezetésre is hát ugye nagy szükség van, azért látni lehet titeket a képernyőn is, egy-egy ilyen műsorban is, akár amiben most beszélgetünk, híradóban, és a többi. És hát ugye napi szerkesztőként is dolgoztok mind a ketten, ami azt jelenti, ezt csak a kedves nézőknek mesélem el, hiszen ők ezt nem biztos, hogy annyira átlátják, hogy nálunk ugye napi szinten be van osztva egy-egy híradóra, illetve napi 2 híradóra jutó stáb, és akkor ezen belül még ugye van, aki egy napot össze is fog. És ugye mondjuk pont a mai napon Petra a mai napi szerkesztő, ami azt jelenti azért, hogy eleve már egy anyag megszerkesztése is nagyon nagy felelősséget kíván, nagyon nagy odafigyelést, ahogy te mondtad, körültekintést, plusz ráadásul egy egész napot úgymond levezetni, menedzselni, irányítani, felelős vezetőként tevékenykedni, egy nagyon nagy feladat. Meséltek egy kicsit arról, hogy így hogy érzitek magatokat ezekben a feladatkörökben. Dia? Jobb lett volna, hogyha Petrával kezdjük, hiszen a mai nap folyamán. Ha fogalmazhatok így, szerintem igen melós. Hiszen 5-6-7 embernek kell megmondani, hogy te ezt csinálod, ezt várom tőled, ezt hozd. Ebben az anyagban én ezt szeretném látni. És ugye nyilván vannak surlódások néha, én pedig ezeket nagyon, nagyon nem szeretem, igyekszem kerülni is. És hát ugye nagy a felelősség, hogy ott lenni tényleg fejben, ugye reggel 8-tól este 8-ig, hogy úgy legyen az a mai nap, hogy pöcre pontosan, úgy legyen a híradó pöcre pontosan, és azokban az anyagokban, azokban az időtartamokban, és hogy meglegyen ugye a darabszám, illetve a híradó minősége is. Inkább az a fontos, hogy milyen legyen a minősége. Nálad hogy van ez? Ez így van, tehát én sem tudnék más mondani egyébként tényleg ennek a napnak, tehát ezeknek a napoknak tényleg arról kell szólni, hogy teljes bedobással csak a híradó, tehát akkor nincsen más, nem, akkor a híradóra kell odafigyelni. De pont ez az, amit mondtál, és egyébként ezek a surlódások, nekem is ez a mumusom egyébként, hogy mindenkinek minden legyen jó, mindenki olyan anyagot csináljon lehetőség szerint, amiben otthon is érzi magát, amit szeret csinálni, mindenkinek vannak nyilván ilyen kedvenc témái is akár. És akkor ugye nem beszéltünk még a különböző bedolgozásokra, amikor másoknak is kell. Hát igen, hiszen a Magyar Televízió a Magyar és Televíziónak a is, igen, amikor segíteni kell, és vannak durva helyzetek. Talán mi ezért is lettünk nagyon jóban, nem? Egy bizonyos bajtársiasság szerintem. Szerintem is, igen, igen. Gondolom, hogy azért korotoknál fogva is, hogy kicsit korban is közel vagytok egymáshoz, és azért ti is mind a ketten valamennyire idézőjelben újnak számítotok még nálunk. Igen, és pont oda költözött mögém. És akkor hát így a szerkesztőségben nyilván egymást kisegítitek, és egymást tapasztalattal ellátjátok. Mi az, amit úgy gondoltok mondjuk egy-egy témáról, hogy a sajátotoknak tudtok? Tehát mondjuk, ugye nálunk vannak olyan, le vannak szakosítva úgymond a témák, illetve emberekhez köthetők a témák. Mondjuk például Novák Rita kolléganőnk, tudjuk, hogy a kéklámpásokkal nagyon jóban van, és mindenféle anyagot hoz tőlük. Nektek van olyan, ami kedvenc, ami úgy foglalkoztat titeket, vagy szívügyetek? Hát éppen hogyha nincs itt a Rita, és rám kerülnek ezek a kéklámpás anyagok, azokat én nagyon szeretem. Lehet tudod oknyomozni egy kicsit, menteni akár egy kicsit, és azok nagyon jók szoktak lenni, meg általában én kapom a cuki.
cuki kis színes anyagokat. Az is hálás egyébként. Hát így ezek szerintem. Dia, neked? Ez nagyon gondolkodom, Én nagyon sokrétű vagyok, és nem tudnék kiragadni egy olyat. Én nagyon szeretem az egészségügyi témákat, nagyon szeretem szintén a kéklámpás, tűzoltós, rendőrséges témákat, emellett pedig imádok óvodába kijárni, óvodákról forgatni, vagy óvoda felújítást. Tehát, hogy valahogy a piciket, de maga a kultúra is. De mellette pedig a történelmi. Tehát így nem tudnék kiragadni egyet, hogy mondjuk csak a kultúra. Mert mellette pedig nagyon szívesen forgatok gyerekekkel, szívesen kórházban, rendőrökkel. Tehát, hogy így igazából nem mondanám, hogy ki tudnék ragadni egyet is akár. Mondjuk amellett, hogy ez egy nagyon-nagyon stresszes munka, én azt gondolom, hogy ezt így mind a hárman így alá tudjuk támasztani, hogy tényleg mivel, hogy sok figyelmet kíván, mivel, hogy nagy felelősséggel jár, és a többi, és hát nyilván az időbeosztás is, tehát, hogy stresszesenek azért lehet mondani. Mind a mellett viszont vannak olyan helyzetek, amikor úgy szerencsésnek érzi magát az ember, hogy jé, hát egy ilyen helyen dolgozhatok, hiszen eljuthatok ide, oda, amoda. Ugye, hogy igen, ugye a témák igen, kapcsán azért igen. Tényleg egy-egy, tényleg a város életében bármilyen rendezvényen ott tudunk lenni, ahol mondjuk lehet, hogy magánemberként nem feltétlenül lennénk ott. Mit gondoltok erről, hogy azért én azt gondolom, hogy mi mondhatjuk magunkat szerencsésnek? Természetesen. Abszolút teljes mértékben, persze. Nem is csak itt a városban, hiszen járunk a megyében is több helyszínre, valamikor még a megyét is ugye el kell hagyni, és hát annyi érdekes emberrel találkozunk nap, mint nap. Tehát én ezt imádom, ezt a részét egyébként, hogy tényleg annyi érdekes ember és annyi új helyszín. Csodálatos. Ez a rész csodálatos. Én pedig szerintem még annyit fűznék Petrának a mondani valójára, hogy szerintem a családot, a barátokat rettentő nagy büszkeség tölti el, hogy nap mint nap találkozhatnak velünk ugye a képernyőn, és megnézik azokat az anyagokat, megnézik azokat a híradókat, amiket én készítek, és például anyu, igaz, ő Tatabányán lakik, ugye én Tatabányáról származom, és ő ott ül mindig, és akkor élőben benyomja, és hiába nem tudja a tévé képernyőn keresztül nézni, nem az interneten követi, és egyetlen adás nem hagyna ki. Így van például vele a párom is. Igen, ezt pont akartam egyébként kérdezni, hogy mit szólnak a ti munkátokhoz. Hát nyilván valamennyire követhető is, hiszen azért a mi munkánknak van nyoma itt, ott. Tehát biztos büszkén néznek titeket. De egyébként emellett, erre még azért nálad is kíváncsi vagyok, Petra, ennek a válaszára, de azért emellett ugye valamennyire tolerálni is kell a mi munkánkat. Tehát azért ugye ez nem egy 8-tól 4-ig tartó munka, és hát ugye gyakran nincsenek hétvégék, hanem inkább áttolódnak hétköznapokra a szabadnapok. Ez hogy van nálatok így családtéren? Nálunk van, hogy nehezen viseli a párom egyébként. Tehát tényleg vannak olyan hetek, amikor így szinte nem is találkozunk. Találkozunk esetleg, mit tudom én, az utcán, amikor én jövök el otthonról, ő viszont megy haza, találkozunk egy puszira, egy sziára. Van, amikor én akkor megyek haza, amikor ő még alszik, vagy már alszik. Tehát, hogy nehéz, vannak nehéz hetek, napok. De emellett meg, hát úgy, ahogy mondtad is, meg ahogy Dia mondtad, büszkék ránk. Rám legalábbis, hát a család is, és ő is. Én annyit tudok erre csak mondani, hogy logisztika. Viszont a most már férjem azt mondaná, hogy hülyeségeket beszélek, hiszen nem. Tehát nálunk is úgy van, hogy rengeteg programot húzott már úgy mond ki, hogy nekem el kellett mennem. Például nem kell nagy dolgokra számolni, hogy például egy mozi, egy vacsora, egy barátokkal való kávézást már számtalanszor körülhúzott. Ez nyilván súrlódásokat okozott, és hát tolerancia. De hát puszkék is tudják. Az biztos. Hogyha lehetne kiemelni egy olyan forgatást, ami ilyen nagyon emlékezetes volt, akkor tudtok-e olyat mondani? Akár vicces, akár mondjuk az első szány próbálgatásokból egy bejelentkezés, vagy egy olyan anyag, aminél mondjuk egy interjú alany, vagy bármi, van-e olyan, amit így megemlítenétek?
Én most azon gondolkozom, hogy ez pontosan melyik településen volt egy férfi, aki óriási mennyiségű vasat halmozott össze az udvarában, és ő, tehát az nekem nagyon megmaradt. Őt el is neveztétek valahogy. Igen, nem? Ő volt a vasember. Ő lett a vasember. Ő nagyon megmaradt nekem. Dia, neked én egy ilyen? Képet kaptam egyszer egy kis óvodástól. Nem is tudom, talán a Tóvárosi óviba mentem talán egymás után kétszer, vagy a Maroshegyébe, nem is tudom pontosan, és ott készült egy rajz, és nekem az ki van otthon függesztve a falra. Nem tudom, milyen indítatásból kaphattam, nem tudom. Egy tévé van benne, és én. Ez kedves. Hogy éppen szerintem pont híreket mondhatok. Ez, nem tudom, lehet, hogy azért, mert hogy egy kisgyerektől, vagy hogy mert nagyon szeretek gyerekekkel forgatni, nem tudom. Ez van, hogy olyan ránézek, és akkor ugye kis boldogság tölti el a szívem. A szerkesztőségünkben most, hogy így a vicces szituációk és elnevezések merültek fel, ugye itt azért egy zárt közösségben dolgozunk, és azért fönt a szerkesztőségben rengetegen vagyunk, és hát igen sűrűn előfordulnak viccelődések, elnevezések és viccelődések, és akkor ezzel nem mondok többet, csak hogy arra vagyok kíváncsi, hogy élitek meg ezt, hogy mondjuk, mert azért azt mondhatjuk, hogy egy egész vidám csapatban dolgozunk, persze, hogy vannak súrlódások, de általában azért elég jó a hangulat, és hát vannak vezér egyéniségek nálunk, akik viszik minden nap a témákat, és az újabbnál újabb tréfákat akár. Mit szóltok ahhoz, hogyha mondjuk rólatok, mert hát mindenkivel kapcsolatban vannak, Petrával és Diával kapcsolatban, és mind a kettőtökkel kapcsolatban vannak elnevezések és híresztelések, ezekhez mit szoktatok szólni? Hát figyelj, szerintem ilyeneken nem szabad fennakadni, tehát venni kell a lapot, együtt kell nevetni a többiekkel, ezt máshogy nem lehet. Szerintem ettől is ilyenek a mindennapjaink, hogy tudunk nevetni saját magunkon is. És persze a másikon is, mivel annál jobb nincs is, szerintem. A másik nevetés. Hát nem. Hát nem, de így van. Én még annyit fűznék hozzá, hogy én örülök, hogy egy ilyen csapatban dolgozhatunk, úgymond kicikizzük egymást, akár vérig sértve, de jót nevetünk egymáson, hogy nem biztos, hogy egy olyan munkahelyen, mondjuk egy olyan irodában, ahol mondjuk olyan kollégák lennének, hogy nem szólunk egymáshoz. Én azt mondom, hogy inkább legyenek híresztelések, inkább nevessünk egymáson, persze, nevessünk magunkon, mint hogy ott mofurckodva 8 órán keresztül így magunk felé. Én talán azt mondom, hogy hiába, hogy most éppen rólam szólnak a hírek, én még mindig azt mondom, hogy inkább legyenek ilyen kollégáim, mint amolyanok. Ez kell, jó, de szerintem, azért... hát, tehát ahogy mondtad is, ugye minket is ér feszültség. Tehát ez kell, hogy ezt is kiadjuk magunkból valamilyen szinten ezekkel a viccelődésekkel szerintem. Diára visszatérve, ugye a veled kapcsolatos viccelődéseknek az alapja az, hogy te férjhez mentél, azért azt elárulhatjuk. Úgyhogy egy picit most beszélgessünk még így a műsorunk vége felé arról, hogy milyen családi állapotban vagytok, mi az, ami most éppen az életetekben zajlik, te most éppen most mentél férhez. Igen, én éppen átestem egy változáson immáron, a rubrikában a házast kell már bepipálnom. Nagyon jó, még nagyon jó, nagyon jó, bár nem volt nagy változás, hiszen mi már 5 éve vagyunk együtt, abból talán 4 éve együtt is élünk, tehát így már gyakorolhattam a házi asszony, meg úgymond ilyen feltételezett feleség titulust. Ennyi. És hát most vagy túl a Nász úton is. Így van, pihentünk egyet, muszáj volt most már egy kicsit kiengedni, így mondta a gőz, és egy kicsit ketten lenni. Petra, te is élettársi kapcsolatban élsz a pároddal, ha jól tudom. Így van, mi már, hát még, vagy már, nem is tudom, hogyan kell ezt mondani, 4 éve vagyunk együtt, mi is, hát ugye, ahogy mondtad is, együtt élünk. Mi még nem vagyunk házasok. Majd az is eljön. Hát előbb vagy utóbb, igen. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a következő, hát nyilván lesz majd ilyen is. Gyerekek témája megfordul-e már a fejetekben? Motoszkál. Mostanában még azért motoszkál. Még. Én azt gondolnám, hogy a ti korosztályotok már egy kicsit úgy le van maradva ebben a tekintetben, tehát ugye az én generációm ismeri mindenki, 30 fölött az már teljesen elfogadott, hogy akkor
alapítunk családot, de hogy már azért ilyen korban, amiben vagytok, azért már kezdene körvonalazódni, azt gondolom, főleg, hogyha már férhez is mentél. Hát nálunk motoszkál, mind a ketten szeretnénk már beszélgetni, beszélgetünk róla, de még talán távolinak tűnik. Mi nem szerettünk, mi már megbeszéltük a kapcsolatunk elején, hogy nem szeretnénk ilyen idős, úgymond relatíve idős szülőknek lenni, tehát mi nem szeretnénk várni a most már elfogadott 33-35 éves korukink, hogy meglegyen az első baba. Hát mostanában talán egy 2-3 év. Még be nem töltöm a 30-at. Hát nálunk az ő fejében jobban motoszkál, mint az enyémben, az az igazság. Ő szeretne gyerekeket. Tehát én mondtam, hogy én egyet szeretnék, de az legyen jó. De hogy azt, hogy mikor, fogalmam sincs. Hát erre még azt hiszem, hogy bőven ráértek, és hát nyilván azért az a híradásainkban, mint ahogy nem szoktunk senkit kímélni, azért majd be fogunk róla számolni. Milyen más terveitek vannak még így a jövőre nézve, mondjuk így szakmailag? Én nagyon szeretnék még tanulni. Mit? Nem tudom, de valamit még szeretnék. Valahogy, hogy nem tudom, én mindig az az ember voltam, aki szeret úgymond több lábon élni. Tehát, hogy kicsit ebbe is belekóstolni, kicsit abban is, de persze 100%-ig megfelelni ott, ahol most vagyok. Tehát én kicsit elég bonyolult lélek vagyok ebben a féle szempontból, de nagyon szívesen tanulnék még valami más szakmát, vagy nyelveket, utazgatnék, de közben meg minden percet a családomnak áldoznám. Tehát én nagyon sokrétű vagyok. Nem tudom, mit csinálnék. Mr. Petra? Én is hasonlóan gondolom, tehát tanulni mindenképpen szeretnék még. És én sem tudom, hogy mit, de én is úgy érzem, hogy valami még hiányzik. Tehát, hogy valamit úgy csinálnék még, abban a nagyon kevés kis időmben, amit nem itt töltök. De nem tudnám megmondani, hogy mit. Hát én azt kívánom, lányok, hogy ezt a fennmaradó energiát, meg a kis időt, meg még a tanulást, amit szeretnétek összehozni, azt valahogy próbáljuk meg itt a Médiacentrumban közösen kamatoztatni a jövőben, és nagyon-nagyon szeretném, hogy nagyon-nagyon sokáig tudhassalak még a kollégáimnak benneteket. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kedves lányokat ismertünk meg, és nagyon jó munkaerőket a ti személyetekben. Remélem, hogy a nézők is le tudták szűrni a műsorunkból ezt a véleményt rólatok, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak most is, viszontlátásra!